Köszöntöm a stúdióban Bardóczi Attilát, színművészt, sanzon énekest. Én is köszöntöm a nézőket, jó estét. Attila, ön 1986 és 96 között a Rock Színház oszlopos tagja volt. Hogyan emlékezik vissza erre az időszakra? Hát természetesen nagyon, nagyon szép emlékek ezek. Lévén ugye ez a pályakezdés is, mert rögtön a diploma után oda kerültem, és akkor a Rock Színház egy országos elismertségű és sikerű társulat volt, és hihetetlen bemutatókban voltam benne. A Nyomorultak, a Jézus Krisztus Szupersztár, Evita, Miss Saigon, szóval ezek tényleg csak a legnagyobbak, amiket említek, és hát ugye mindegyikben jobbnál jobb szerepeket játszottunk. Közben fiatalok voltunk, azért ez is hozzátartozik, úgyhogy nagyon fájdalmas volt, amikor megszűnt, és mind a mai napig sajnálom én magam is, de hát mindannyian, akik benne voltunk, hogy sajnos pont került a Rock Színház végére. Miért került pont a végére? Hát ez egy hosszú história volt annak idején. Nagyon röviden összefoglalva, valami anyagi dolgokon indult el a dolog, magyarán a költségvetéssel voltak problémák, vagy nem olyan volt, mint kellett volna, és akkor végül miniszteri biztos, vagy kormánybiztost neveztek ki fölénk, és akkor már lehetett érezni, hogy az a szándék, hogy szűnjünk meg. Ugye nem volt épületünk, könnyű volt megszüntetni, nagyon röviden ennyi. Nézőszám az igazolt, önöket igazolt egyébként, tehát a létjogosultságot? Abszolút. Mint mondom, a legnagyobb baj az volt, hogy nem volt épület, ezért mi zömmel nyáron játszottunk, amikor a szabadtéri színpadok működtek, tehát a parkszínpadon voltunk nagyon sokat, de vidéken is, meg sportcsarnokokban, még a bemutatókat is olyanra időzítettük, például Szegeden volt nagyon sok darab bemutatója, és teltház, full teltházakkal mentünk. És ez utána nem is merült fel, hogy esetleg újra kéne éleszteni, vagy? Hát, dehogy nem fölmerült, de azért egy színházat, főleg egy ilyen nagy csapatot, ugye itt egy zenekarról szó van, akkor egy ensemble-ról, kórusról, szereplőkről, a háttérről, akkor díszlet, jelmeztárolás, stb. Ez egy nagyon nagy állomány, személyi állomány lett volna, és hát ez nagyon sok pénz kell. Említette egy-két darabot, de mégis a kedvenceket még ezt említsük meg. Illetve hát, volt-e valami kis sztori ezek? Hát a próbán, vagy bárhol? Hát sztori az mindig volt, mert miután ilyen mostoha körülmények között léteztünk, mindenféle dolgok történtek. Egészen olyannik, hogy az illető művésznöki aznap este játszotta a Cosette anyját, a Fantint, és épp arról szólt a jelenet, hogy el kell adja a haját, és szép a haja, és abból szerez pénzt. Még mielőtt eladhatta volna, valahogy úgy volt rögzítve a haja, hogy lezuhant róla a haja, amit épp le kellett volna vágni, de sok minden történt. De mostanában mi volt a kérdés eleje, mert úgy elsztoriztam. Nem baj, a sztori az jöhet. A kedvenc darabok, tehát még... Ja, kedvenc, hát nagyon szerettem a Miss Saigont. Akkor az Evitát nagyon szerettem, mert én azt több mint 20 évig játszottam, a Peront, és nem csak magyarul, hanem németül, de még angolul is. Akkor nagyon szerettem még a Krónikást, amit Miklós Tibor, Kocsák Tibor és Kemény Gábor szerzett. Egy nagyon jó darab. Nagyon sajnálom, hogy nem játsszák. Hát talán ezeket így kiemelem, de volt több is. Rengeteg emberrel játszott együtt. Hát voltak-e kedvencek, kedvenc hát játszótársak? Hogyne, hát nagyon sokan. Nagyon nagy a baj, hogy sokan már nem élnek közülük. Tehát voltak olyanok. Például játszottam musicalben Rátonyi Róberttel a Nyakfelmetszőben, ami szerintem egy nagyon jó darab, és hát pazar szereposztás volt. És például Rátonyi Róbert egy egészen különleges figurát játszott, és teljesen másképp, mint ahogy őt megismertük az operettekből. Tehát nem ez a mosolygós szuperfit, hanem egy ilyen nagyon kemény, nagyon szigorú figurát játszott fantasztikusan. Tehát nagyon nagy élmény volt figyelni, hogy csinálja. De például nagyon jó találkozásnak tartom, és szerencsére ő él, és köztünk van, hogy életemben először, ugyancsak ebben a darabban találkoztam először Lehoczky Zsuzsával, és nagyon-nagyon örültem neki, mert én gyerekkorom óta egy rajongója voltam. Egyébként a régi rock színházasok összejárnak, vagy szoktuk?
szoktak találkozni, vagy... Igen, igen, szoktunk. Például évente egyszer a volt igazgatónk Várkonyi Matyi úgy megpróbálja összehívni a csapatot, akkor most is lesz június elején egy kisebb, kis ilyen összeröffenés, ha mondhatom így, halásztelken. Megpróbáljuk, amennyire lehet. Hát sajnos a munka ugye szétszart minket, és ha nem együtt van az ember, nem egy munkahelyen van, akkor előfordul, hogy nem találkoznak sűrűn, sőt évek eltelnek, de az biztos, hogy akármikor találkozunk, az mindig nagyon nagy öröm, és ugyanott folytatjuk, ahol abba hagytuk. A 80-es évek nem csak a Rock Színházról szólt, hanem ön zenélt a GM49 nevű formációban, Galla Miklóssal zenélt együtt, és utána néztem, hogy 85-ös digitális Majári című albumon ön mint Zserád művésznéven énekel, hogy honnan ez a név, és egyébként meg milyen volt együtt zenélni Galla Miklóssal? Hát, honnan a művésznép lerántotta a leplet a nagy titokról, mert ugye akkor ez úgy indult, hogy ilyen nagy sztárcsapat leszünk, és hogy hát legyen egy ilyen homály, ilyen misztikus homály, hogy honnan jött ez a Zserád. Hát nagyon jó volt zenélni visszatérve, de nem csak ő volt benne, tehát a Gaj Tamás, meg a Lár Andrés benne volt, Novai Gábor, tehát itt azért nagyon jó zenészek voltak, nagyon jó szövegírók voltak. Én egy kész zenei anyagba csöppentem bele, ők találtak meg engem, kértek föl rá, és hát sajnálom, hogy nem lett folytatása, remélem, hogy nem miattam. Szerintem egy nagyon jó kis album volt. Annak idején az szerintem az volt a gond vele, hogy az akkori lemezgyár, ezt gyereklemezként kezelte, és akarta kiadni és szponzorálni, ezért annyira nem tudta megfuttatni a csapat, amennyire lehetett volna. Pedig emlékszem, hogy az akkori taxisok kedvence a Bréko Bréko című szám, amin szintén az én hangom hallható, az hetekig vezette az akkori pesti műsornak a slágeristáját, ami akkor egy mérvadó fórum volt. Ez egy lemezes volt, egy album volt, igen. És utána ez az együttes, ez meg is szűnt? Vagy nem, vagy azt hiszem az... még maradt, sőt ez előtt is volt, egy teljesen másfajta zenei koncepcióval. Utána is volt, de hogy meddig tartott, nem sokáig úgy tudom, de erről pontosan nem tudok nyilatkozni. 96 után következett a Budapesti Operett Színház. Így van. Igen. Erre hogyan emlékezik? Hát szintén nagyon jól, hát mi ott már nagy több emberrel dolgoztunk a Rock Színházban, tehát például Maklári László Karnagy úr nagyon sok darabot vezényelt, akkor Szinetár Miklós, aki éppen akkor volt az Operett Színház igazgatója, hát ő rendezte a Nyomorultakat, vele találkoztunk, sokszor dolgoztunk együtt, tehát elég sok emberet ismertük egymást, én meg már akkor dolgoztam az Operett Színházban is, voltam egy-két előadásban, tehát engem is ismertek. Én nagyon szerettem az Operett Színházat, mindig természetesen teljesen más közeg, teljesen más minden, a feltételek, de nekem nagyon jó emlékeim voltak, és vannak, hát mind a mai napig járok vissza, hiszen a Szépség és Szörnyetek című darabbal, amivel turnézunk sokat külföldön, mindig ott próbáljuk, és onnan indulunk. Ez lehet egyfajta előrelépésnek nevezni, vagy ez az szült ezt a váltást, hogy a 96-ban megszűnt a Rock Színház? Hát az szült a váltást, hogy megszűnt. Nyilván, hogyha nem szűnt volna meg, akkor maradok, nem volt semmi olyasmi, ami miatt eljöttem volna, vagy azt éreztem volna, hogy el kellene jönnöm. Ugyanakkor természetesen előrelépés volt az Operett Színház mindannyiunknak, hiszen, mint mondom, bekerült már a pakliba ugye az operett, mint műfaj, tehát akkor egy kicsit, nem kicsit, jócskán megnyílt ugye ez a szerepkör, és hát a jövő azért az Operett Színházban biztosítottabbnak tűnt nyilván. 1996 más szempontból is fontos évszám az ön életében. Hát igen, ekkor Orosz Zoltán harmonika művész barátommal voltunk kint Párizsban egy sanzon versenyen, amit mint legjobb külföldi előadók megnyertünk. És ez számunkra is egy nagyon nagy megtiszteltetés, eredmény és meglepetés volt, mert elég nagy mezőnyben indultunk, és azért erre nagyon büszkék vagyunk mind a mai napig. Gondolhatod, a sanzon ős hazájában díjat nyerni azért az nagy dolog. Igen, és úgy, hogy azon a nyelven kellett. Tehát volt japán induló, ő se japánul énekelt.
Azért érdekes lehetett a kiejtésre. Igen, az egy kicsit néha újabb volt, mint a japán volna, ez igaz. És ez mivel járt? Utána voltak felkérések esetleg Franciaországból, vagy itt Magyarország, tehát hogy beindított ez egy új karriert? Igazából itthon tudott beindulni, ott is beindított volna, mert volt érdeklődés, tehát konkrét érdeklődés volt, de ahhoz kint kellett volna maradni. Tehát legalább egy hónapig ott kellett volna lakni, és akkor, hogy meglátjuk. De volt színházigazgató, aki egy Párizs belvárosában levő kicsi, de nagyon jó színháznak az igazgatója volt, és ő nagyon érdeklődött, és ő nyilván valamit kitalált volna, ha az ember kéznél van, ha ott van. De hát nem a legolcsóbb város volt már akkor se Párizs, úgyhogy muszáj volt hazajönni, viszont itthon ez adott egy lendületet ennek a, tehát az én pályafutásomnak ezen oldalához. Nekem érdekes, mondjuk lehet, hogy csak én vagyok ezzel így, hogy nekem a Sanzon énekes, akkor rögtön mondjuk Edith Piaf, igen, vagy Karádi Katalin ugrik be, de valami egy díva, aki egy nagy hosszú cigarettát szív, és tehát, hogy ne... Azért nem csak női műfaj, azért ott van az Yves Montand, a Gilbert Bécaud, vagy az Aznavour, tehát igen, mondjuk a Piaf az nagyon meghatározó, borzasztóan meghatározó a maga egész alkatával, pláne mióta ugye ment a film is, most már az új generáció is tudja, meg hát a hang, az a hihetetlen hang és előadásmód, de hát azért nem csak ez a Sanzon, nyilván ez egy nagyon-nagyon fontos része, de hát én, ahogy kinézek eleve, ugye a Piaffal nem nagyon vagyunk paritásban, de a férfiak repertoáriából, egyébként Piaftól is szoktam énekelni, amit el lehet, de a férfiak repertoáriából bátran használok. Viszont mindenképpen egy ilyen éjszakai műfaj, nem? Tehát azért még egy falunapon délután kettőkor nagy színpadon nem nagyon tudom elképzelni. Igen, ezt tetszik, igen. Nem odavaló, nem igazán odavaló. Tehát nem egy délutáni tűzőnapon, augusztus 20-án, nem. És egyébként maga a műfaj itt Magyarországon mennyire elfogadott, mennyire szeretik az emberek? Hát ez érdekes, ez egy réteg műfaj, valljuk meg, az is fog maradni, de ez nem baj, ezen nincsen semmi gond. Azt tudom, hogy amikor valahol megjelenünk, akkor nagyon szeretik. Nyilván az idősebb korosztály az azért, mert ő ismerte, hallotta, mert akkoriban még mentek ezek a számok a rádióban, azért ma már ezek nem mennek, valljuk meg őszintén. Viszont az is igaz, hogy a fiatalok közül, akik ezeket egyáltalán nem ismerték, ezeket a számokat, vagy esetleg mostani feldolgozásban, mert amerikaiak felfeldolgozzák ezeket a számokat néha, akkor ott rácsodálkoznak, hogy jé, ez egy francia szám, ezt nem is tudtam, és ha már eljöttek, ott maradnak és szeretik. Tehát végül is ezek nagyon jó számok, tehát a dallamuk nagyon jó, ha nem értik a szövegét, akkor tetszik nekik, hogy franciául van, ugye más az akusztikája, mint az angolnak, így van. És egyébként nem egy közülük megvan magyarul, elég jó szöveggel, sőt van, ami nagyon jó szöveggel, és akkor kiderül, hogy jé, ez szól is valamiről. Szóval nekem jó tapasztalataim vannak. Hogyan telnek a most a mindennapjai? Hát szerencsére van munka, tehát dolgozom különböző társulatokkal, fellépünk, a Pince Színházban csináltunk idén a Francia Évadban egy Tartüffőt, akkor Ivancsics Ilona kolléganőmmel van egy előadásunk, a Női furcsapár, amiben egy nagyon-nagyon jó férfi kabinet szerepem van, akkor a szinkronba elég sokat járok, és hát az önálló estjeimet tartom, megfejlesztem, mert úgy látom, hogy ezekre van igény, és szeretik is az emberek. Ugye ez a City TV-ben beszélgetünk, ez egy 5. kerületi televízió, így adódik a kérdés, hogy van-e valamilyen kötődése a belvároshoz? Hú, nekem tényleg rengeteg. Hát én itt születtem, de nem csak én, már a nagyszüleim is itt születtek, méghozzá tényleg a kellős közepén, Régi Posta utca, Váci utca, Nyári Pál utca, ide jártam óvodába, Balaton utcába, iskolába, a Cukor utcába, úgyhogy nekem itt bőven vannak kötődéseim. Fellépések szoktak lenni itt a kerületben? Igen, szerencsémre igen. Most is lesz egy a Rózsavölgyiben, a Rózsavölgyi szalomban, és hát pont azért, mert itt születtem, és nagyon, most, hogy már nem itt lakom, most is nagyon megdobban a szívem, ha ide jövök ebbe a kerületbe. A Rózsavölgyi szalomban lesz egy francia estem, június 5-én este, 7:30-kor.
Még egy kérdés, hogy eszembe jutott, hogy sanzon száma gondolom születnek most is. Igen. És a kortársakat is énekli? Tehát, nagyon nehéz most már ezeket énekelni, mert megváltozott a műfajnak a hangszerelése. Uh-huh. Tehát ezek már nem zongora, harmonika, hanem nagyon sok ez a mostani alapok, tehát a zenei alapok, és nagyon erősen elment a dallamvilág és a ritmikai világ egyrészt a észak-afrikai, tehát arab hatások felé, és a másik pedig ez az amerikai, szinte ilyen hip-hopos, meg rappes, és a kettőnek a fúziója. Tehát ez most már nem az, de ugyanakkor a szövegek nagyon jók, csak ugye ezt nem lehet így úgy előadni, mint azokat a régieket, de azért én mindig figyelek, és mindig elő kapok, mert születnek olyan. És Magyarországon is? Vagy Magyarországon itt nem nagyon. Ahogy itt születnek, hát és sanzonok? Hogyne születnének, hogyne. Szerintem nagyon sokan énekelnek úgy sanzont, és írnak úgy sanzont, hogy nem is tudják, hogy ez az. Aha. Tehát nekem például... De maga, aki írja, ő sem? Igen, vagy nem ennek szánja, de a sanzon gyakorlatilag egy nagyon személyes műfaj. Uh-huh. Tehát ami személyes dal és személyes mondani valója van, azaz például nekem rengeteg Kondz Zsuzsa szám, egy magyar sanzonnak tűnik. Franciáról is tud. Igen, de ez lehet magyar is egy sanzon. Ja, tehát persze, mondom, itt az a lényeg, hogy személyes legyen, és az ember felkapja a fejét, hogy jé, mit is mond? Tehát nem csak az, hogy hanem azt a, de jó. Bardóczy Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm. A sok próza után most nézzük, hogy Bardóczy Attila hogyan is énekel. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons, à des reflets d'argent. La mer, bergère d'azur, infinie, voyez. Près des étangs, ces blancs roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. C'est mon cœur pour la vie. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens traîner.